Konténerekből álló ideiglenes otthonokat hozna létre a Keresztény Segítség Alapítvány Csíkszeredában, a közel másfél éve otthon nélkül maradt az Erős Zsolt sportcsarnokban lakó romáknak. A szomszédos Tavasz és Fürdő utcában élők azonban tüntetést szerveztek, ami lakossági fórummá alakult a csíkszeredai városházán. A jövő hét elején szervezünk-e találkozót a rendőrség és a csendőrséggel együtt, és üljünk le, és nézzük meg nagyon fontosan azt a fajta közbiztonsági kérdés, hogy meg tudnak oldani a mostani kapacitásaikat. A Tavasz és a Fürdő utcák közbiztonságának rendezése érdekében az illetékes intézményekkel közösen kell meghozni a megfelelő szabályokat. Hangsúlyozta Korodi Attila polgármester azon a fórumon, ahol a két utca lakosai jelezték panaszaikat. A polgármester hozzátette, a helyi rendőrség létrehozása is ezt a cél szolgálja. A lakók szerint az utóbbi években nem csak a közbiztonság romlott meg, hanem lakásaik is elértéktelenedtek a környéken élő roma családok miatt. A tervezett tüntetés apropóját is ez adta. Nem szeretnék, ha újabb családok költöznének a közelbe. Most nem elégünk az 500, hogy meg vagyunk büntetve, vagy 99. rangú, mert elítéltei vagyunk ennek a városnak, hogy mindig csak oda. Tudom, kerülünk, hogy cigányok engedélyek, hogy kimenni a kapunk. Romák engedélyek, elnézést, a kifejezés. Tartatatlan, elért a kés a csontig. Azt a települést, amelyik valahol Somlyon volt, hogy ne tegyék a Fürdő utcánkba. Már ott van még egy roma család, illetve több, és ha kettő összecsap a két roma nemzetség, akkor ott bajok lesz. Így is elég baj van. Mit szerettek volna elérni? Hát annyit, hogy több romát meg őt összesenek be a Tavasz utcában. Ide tudás kell, ide van a szinte egyfelől erős kéz kell, máskor segítség kell. A polgármester szerint a roma kérdés megoldásához segíteni kell a mély szegénységben élőket abban, hogy emberi körülmények között élhessenek és ki tudjanak emelkedni a nyomorból. Minden család, aki az arénában lakik, azoknak segítenünk kell, valami megoldást találjon. Városban különböző folyamatok indultak el, amelyeket magánszemélyek, egyesületek igyekeznek előre vinni. Vannak, amelyek tudnak működni, vannak, amelyek nem, és ebben van egyfajta felelősség azoknak a családoknak is, akik elfogadnak vagy nem ilyen ajánlatokat. Egy biztos, Tavasz utcában hosszú távon a megoldás az, hogy segítjük úgy a roma lakosságot, akik mély szegénységben élnek, mint a magyar embereket, hogy megadjon közbiztonságot. A fórumon jelenlevők megegyeztek, megpróbálnak egy asztalhoz ülni a rendfenntartásért felelős intézmények képviselőivel és a konténerházak kialakításában dolgozó egyesület vezetőivel, annak érdekében, hogy a feszültségeket megbeszéljék és megoldást találjanak az együttélésre. Ami nélkül, ha nem megyünk végig,